Három napra Rideg Lászlóval, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnökével egy népes delegáció érkezett ide Kárpátaljára, hogy a körülbelül 2 évvel ezelőtt megkezdett kapcsolatunkat megerősítsük, és ezt jogi keretek közé is helyezzük azáltal, hogy a 2 megyei közgyűlés, a Kárpátai megyei tanács és a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke aláírásával egy együttműködési szerződés szentesítése történt meg, azon kívül, hogy beszélgettünk, és a beszélgetés során sok mindenről megegyeztünk a mai nap folyamán. Az együttműködés a 2 régió között, amelyek térben messze esnek, teljesen reális. Én 2-szer volt szerencsém ott lenni, és láttam, hogy mennyire élenjáró ez a régió. A szőlészetben, borászatban, az intenzív zöldségtermesztésben, és azon kívül az oktatásban, a szakképzésben. Itt mi Kárpátán szeretnénk felújítani és még jobban megerősíteni a szőlészetet és a borászatot, és erre lehetőségek kínálkoznak. Azon kívül az intenzív zöldségtermesztés is nálunk működik jelentős mértékben, a Ukrajnában a piacot Kárpátalja látja el, viszont van sok olyan dolog, amit megtanulhatunk a Bács-Kiskun megyeiektől, és én gondolom, hogy mindenképpen fontos lesz számunkra az, hogy a mi gazdáinkat, a vállalkozókat, akik ezen a téren akarnak valami fejlesztést és előrehaladást, boldogulást elérni, azokat oda ki tudjuk vinni, és ott a tapasztalatokat össze tudják gyűjteni és ide behozni, és azt felhasználva még intenzívebben, még eredményesebben tudjanak működni. Ebben segít a magyar kormány is, amelyik az EGANEDE gazdaságfejlesztési terv révén sok támogatást nyújt most a kárpátaljai gazdáknak és vállalkozóknak. A szaktudás megszerzés után pedig lehetőség kínálkozik arra, hogy a boldogulásnak itt a szülőföldön való körülményét javítsuk és megteremtsük. Más területeken is együttműködhetünk, itt például a turizmus terén, hiszen Kárpátalja a turizmus célvidéke kell, hogy legyen, már Ukrajnában most is az, de a magyar turisták számára is. Hiszen történelmi turizmus, faluturizmus és mindenféle más turizmus is elképzelhető, hogy a külföldiek számára is lehetőséget kínáljon. Bács-Kiskun megye is a turizmus terén élenjáró Magyarországon, és gondolom, hogy ahogy a mostani küldöttség itt nagyon jól érzi magát, és kedvet kapott arra, hogy máskor is ellátogassanak hozzánk, és ez a kapcsolat tovább fejlődjön. Ugyanúgy másokat is szívesen fogadunk, vendégül látunk, és így a 2 régió közötti kapcsolattal a régiónk és Magyarország közötti kapcsolatot is megerősíthetjük, ami számunkra rendkívül fontos, mert bízunk abban, hogy az országaink közötti viszony is idővel javulni fog. Ez persze bizonyos feltételek teljesítése szükséges Ukrajna részéről, azonban az új elnökkel és a majdani parlamenti választások eredménye alapján bízunk, hogy olyan hatalom kerül Ukrajna élére, amelyek a szomszédokkal való jó viszonyra fognak törekedni, és így a kisebbségekkel szemben is más politikát fognak alkalmazni, ami lehetővé teszi a két ország közötti viszony javulását is.